Itt ez a szokásos videóelemzésem, amelynek keretében, mint megszokhattátok, mindig aktuális témákat elemzek, értékelek, ez most sem lesz másként. A mai témánk az pedig nem lehet más, mint az a globális vakcina háború, amit ugye már hétről hétre láthatunk a különféle tudósításokban, és ugye az oltóanyagok körüli kérdés és európai vita az egyre inkább kiegészül egy ilyen nyitási, korlátozási vitával is. Tehát elindultak nemzetközi globális nyitási mozgalmak, amelyek azt szorgalmazzák világszerte, és főként ugye az Európai Unió tagállamairól van most szó, hogy oldják fel a korlátozásokat, és induljon újra a hétköznapi élet, legyen ismét minden olyan, mint régen, még 2019-ben volt. Tehát ezekkel a jelenségekkel, ezekkel a kérdéskörökkel szeretnék foglalkozni az elkövetkezendő percekben. Kezdjük talán ott, hogy múlt hét hétvégén Hollandiában hát egy elég erőszakos tiltakozás sorozatra került sor, aminek egyébként még nincsen vége, tehát Hollandiában újabb tiltakozások, tüntetések várhatóak. Nagyon sok holland nagyvárosból jöttek a képsorok, hogy tényleg gyújtogatnak, autókat borogatnak fel, nagyon erőszakos, tehát Hollandiától egyértelműen nem megszokott, egyáltalán nem megszokott módon tiltakoztak a korlátozásokkal és a szigorításokkal kapcsolatosan. Tehát látszik, hogy egyre nagyobb a feszültség a koronavírus járvány miatt hozott korlátozó intézkedések okán az európai társadalmakban. Nagy az elégedetlenség, és ez teljesen érthető, hiszen most már lassan egy éve mindenféle óvintézkedések betartásával, korlátozások között éljük a hétköznapjainkat. Ez nem egy természetes, nem egy egészséges élet, és te érthető módon ebből fakadóan a frusztráció, a feszültség a társadalmakban nő, és ennek az egyik látványos megjelenési módját tapasztalhattuk Hollandiában, ahol múlt hét hétvégén annak hatására, hogy az egyébként most már csak ügyvezető holland kormány bevezette az éjszakai kiárási tilalmat, és ennek okán hát utolsó cseppként a pohárba robbant a bomba, és tényleg Hollandiától szokatlan képsorokat, videókockákat láthattunk múlt hét hétvégén. És ugye ez a kérdéskör összekapcsolik egyértelműen a politikai stabilitással, hiszen azt látjuk, ez most már tényként kijelenthető, hogy a koronavírus járványal, annak a társadalmi, gazdasági és politikai hatásaival azok az országok, azok az uniós tagállamok tudtak hatékonyabban és sikeresebben szembeszállni, amely országokban a politikai stabilitás az erős, biztosított. És ugye a Hollandia az tipikusan nem azon országok közé tartozik, ahol a politikai stabilitás az olyan erős lenne. Koalíciós kormányok vannak most, és egy néppárti koalíciós kormány az, amelyik megbukott, lemondott. Még a 2017-es holland parlamenti választásnál 7 hónapig, tehát 7-es hónapig kellett várni arra, hogy a koalíciós partnerek megállapodjanak. Hát egy politikailag elég instabil országról van szó, amit egyébként ugye Magyarországon szintén a itteni balliberális politikusok meg akarnak valósítani, csak hát a hollandnál még megosztottabb, nem négy párti koalíciós kormányt akarnak létrehozni, hanem hat, vagy akár több párti, még a hatnál is több párti koalíciót akarnak Magyarországon megvalósítani. Látjuk ezeken a modelleken keresztül, hogy ez hova vezet, nem egy sikeres kormányzati modell instabilitást hoz, és azt is eredményezi, hogy a járvány elleni védekezés nagyon következetlen, folyamatosan változik, hétről hétre újabbnál újabb korlátozásokat vagy feloldanak, vagy bevezetnek, tehát látszik, hogy nincsen egy világos terv, egy világos elköteleződés például a korlátozó intézkedések kapcsán, és ez nagyon komoly feszültséget eredményez ezekben a társadalmakban. Ezt világosan látjuk Hollandiában, de más európai országban, hogyha például nem akarunk olyan messze menni, a szomszédos Szlovákiát is ide lehet tenni, ott is egy négy párti koalíciós kormány van, amely most lesz lassan egy éve hivatalban,
de hát egymással veszekednek a koalíciós partnerek. A szlovák miniszterelnök a saját gazdasági miniszterét hülyézi le, elképesztő szavakkal illeti, azt mondja, hogy jobb lenne, ha beadná a lemondását. Tehát ilyen politikai helyzet, instabilitás alakul ki a koalíciós kormányok által vezetett országokban, és ez a járvány elleni védekezésben egyértelműen tetten érhető. Szlovákia is hétről hétre változtatja az álláspontját a korlátozásokkal kapcsolatosan, hol feloldják, hol szigorítanak, és ennek hatására teljesen kiszámíthatatlan, nem következetes az a járvány elleni védekezés, amit felmutatnak abban az országban. És ez látszik egyébként a szlovák kormány támogatottságán, jó eséllyel nem fogja kitölteni a 4 éves ciklust, hiszen összevesznek a abban résztvevő pártok, politikusok, és gyakorlatilag idő előtt fel fog oszlani ez a kormány. Magyarország ugye ebből a szempontból különálló Európa nagy részétől, itt egy egységes, cselekvőképes, határozott kormányról van szó. A mi európai stabilitási indexünk is azt mutatta, hogy Magyarország az egyik legstabilabb ország, nem csak politikailag, hanem gazdaságilag és társadalmilag is, hiszen ezek mind-mind összefüggnek, hogyha nincsen stabil politikai rendszere egy országnak, az előbb-utóbb érződik a gazdaságán, az persze érződik egyértelműen a társadalomban, tehát látszódik, hogy ezek összefüggnek egymással. Magyarországon november óta, tehát most már lassan a 4. hónapja ugyanazok a korlátozó intézkedések vannak hatályban. Orbán Viktor is erről beszélt sokszor a Kossuth Rádiós interjúiban, hogy nem híve annak, hogy egyik hétről a másikra változtasson a korlátozó intézkedéseken. És ennek köszönhető az egyébként, hogy hiába van elégedetlenség a korlátozásokkal szemben, tehát mindenki, aki normális életet akar élni, az egyetért azzal, hogy ezek a korlátozások rosszak, nehezíti az életünket, a hétköznapjaink azok nem olyanok, mint korábban, de mégis ezért kisebb az elégedetlenség, mint mondjuk Hollandiában, ahol nem látnak semmilyen kiszámíthatóságot, semmilyen következetes döntést a járvány elleni védekezés kapcsán. És ugye Orbán Viktor ma jelentette be, hogy valószínűleg ezek a korlátozó intézkedések egész márciusban is velünk lesznek. Ezt csak úgy lehet végigcsinálni, hogyha van egy stabil, cselekvőképes kormánya az országnak, amely garantálja a kiszámíthatóságot, garantálja azt, hogy tudatosan felépített döntéseket hozza a szakemberek bevonásával, és hogy milyen komoly kockázata lenne annak, hogyha például most feloldanák a korlátozásokat, elég csak Portugáliára gondolni. Portugáliában lazítottak, karácsony tájéken feloldották a legszigorúbb korlátozó intézkedéseket, és most Portugália elképesztően rossz állapotban van, dinamikusan megemelkedett a fertőzöttek száma, a kórházak már nem bírják fogadni a betegeket, Portugália Németországtól kér segítséget, hogy ilyen tábori kórházakat tudjanak felállítani, mert a rendelkezésre álló egészségügyi infrastruktúra nem képes kezelni azt az elképesztő egészségügyi krízist, amit Portugáliában láthatunk. Tehát ez is egyértelműen mutatja, hogy lehet, hogy politikai haszonszerzés szempontjából, vagy támogatottság népszerűség szempontjából rövid távon jobb lenne mondjuk a Fidesznek, hogyha most feloldja a kormány a korlátozó intézkedéseket, de annak viszont a következményei nem csak politikailag, hanem gazdaságilag, társadalmilag és egészségügyileg, hogyha mondjuk májusban vagy júniusban újra kirobban a járvány, hát annak felbecsülhetetlenek lennének a következményei. Ezért is mondja a magyar kormány egyébként a többi európai kormányhoz hasonlóan, hogy a vakcina, tehát a védőoltások lesznek majd a végső megoldás, azzal lehet majd megkezdeni érdemben a korlátozásoknak a feloldását, hiszen amíg ez nem áll rendelkezésre, addig bármilyen enyhítés, azonnali esetszám növekedést, azonnali egészségügyi tehernövekedést hozna magával, és ennek tényleg az lenne az eredménye, hogy még idén év végén sem tudnánk a normális életünkhöz visszatérni. Ezért fontos egyébként a politikai stabilitás, hogy az ilyen típusú stratégiai döntéseket meg tudja hozni egy kormány, még akkor is, hogyha egyébként már az embereknek hát elege van a korlátozásokból, de sajnos az ilyen áldozatokat meg kell hozni.
Hollandiában vagy Szlovákiában, ahol ugye koalíciós kormányok vannak, hogy mindig nézik az aktuális népszerűségi indexeket, és rögtön enyhítenek, rögtön feloldják, és visszaesnek ugyanabba a helyzetbe, ami azt eredményezi, hogy hosszú távon vagy középtávon sokkal rosszabbul járnak. És hogy kicsit beszélünk belpolitikai kérdésekről, ez kapcsolódik majd, vagy kapcsolódik ahhoz, amit az eddigiekben mondtam, ezek a globális nyitási mozgalmak Olaszországban, Hollandiában, Németországban, tehát nagyon sok helyen már egyre erősebbek, egyre inkább megjelennek. Ezek beitták magukat a politikába is, és nagyon sok politikai erő, vagy akár párt is, hogy az oltás ellenességre ráült, a korlátozásokkal szembeni elégedetlenségből akarnak politikai hasznot húzni. Ezt látjuk most már Magyarországon is. Egyes baloldali politikusok már nyíltan beszélnek arról, hogy a korlátozások feloldását támogatják, azt szeretnék ösztönözni. A Mi Hazánk is indított egy ilyen kampányt. Tehát látszik, hogy próbálnak ebből a baloldali politikusok az oltás ellenességet követően szintén politikai hasznot húzni. De ahogy az előbbiekben is mondtam, ennek hatalmas kockázatai vannak, hatalmas egészségügyi kockázatai vannak. Ezért is mondta Orbán Viktor, de Gulyás Gergely is tegnap a Kormányinfón, hogy szó sem lehet bármilyen korlátozás feloldásról addig, amíg a vakcinák nem állnak olyan nagy számban rendelkezésre, hogy biztonságosan meg lehessen ezt kezdeni. Ráadásul, hogyha itt vannak a vakcinák, akkor onnantól kezdve Magyarország az első között oldhatja föl majd a korlátozásokat, hiszen ha márciusban vagy áprilisban megindul rendesen a tömeges oltás, vagy már olyan nagy számban be lesznek oltva az emberek, hogy fel lehet oldani a korlátozásokat, akkor az Európában, az Európai Unión belül mindenképpen az első között leszünk, hiszen látjuk, hogy egyébként a brüsszeli elhibázott vakcina beszerzés miatt nagyon kevés oltóanyag áll rendelkezésre az Európai Unióban. Magyarország ugye nemzeti hatáskörben Oroszországtól, Kínától, de akár a britektől is lehetne ezt említeni, próbál beszerezni plusz oltóanyagot, és ennek köszönhetően Magyarország hát az elsők között tudhatja majd maga mögött ezt az egész krízis helyzetet az Európai Unión belül, hiszen más országok továbbra is kizárólag a brüsszeli vakcina beszerzésekre támaszkodnak, amelyek egyértelműen akadoznak és nehézkesek. És jól látszik egyébként, hogy mennyire le van maradva ebben a kérdésben az Európai Unió, hogy ahogy ez múlt héten is ezt részletesen a videólezésben hát átbeszéltem, gondoltam, például Szerbiában, amelyik nem uniós és nem NATO tagállam, hát ott már 100-ból 6 embert beoltottak, míg az Európai Unióban ez a szám csak 2. Tehát egy sokkal szegényebb, nem uniós tagállamban gyorsabban, hatékonyabban tudják beoltani az embereket, és ez azért van, mert Szerbiában nem csináltak politikai kérdést a vakcina beszerzések ügyében. Ők keletről és nyugatról is szereztek be vakcinákat, és ennek köszönhetően ők valószínűleg sokkal gyorsabban túl lesznek majd ezen az egész helyzeten, mint mondjuk nagyon sok uniós tagállam. Magyarország ugye ugyanilyen politikát akar folytatni, mindegy, hogy honnan jön a vakcina, csak legyen hatékony, legyen hatásos, és ezeknek köszönhetően lehető leggyorsabban fel lehessen oldani a korlátozásokat. Lehet, hogy most a baloldali politikusok rövid távon hát hasznot akarnak húzni ezekből, de a válság után, amikor mérleget kell vonni, akkor mindenképpen hát az a politikai erő fog győzedelmeskedni válságkezelésből, amelyik el tudja mondani, hogy mondjuk egy nyomás ellenére is, egy ilyen mozgalomnak a nyomása, vagy baloldali politikusok nyomása ellenére is fenntartotta a korlátozásokat, megvédte az emberek egészségét, és eközben sikeresen tudott vakcinákat beszerezni, majd utána a gazdasági válságot is eredményesen kezelte. Gyakorlatilag a 2022-es magyarországi parlamenti választás erről fog majd szólni, hogy ezt melyik politikai oldal tudja majd magáról hitelesen és elfogadhatóan elmondani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Itt a leírásban be van linkelve az az elemzés, amiben erről részletesen írtunk tegnap. Ez a 24.000 intézet honlapján elolvasható. Jövő héten is jelentkezek majd videóelemzéssel, jelentkezünk majd újabb elemzésekkel, tartalmakkal, tehát mindenkit bíztatok arra, hogy kövesse
a 21. század intézetnek a Facebook oldalát, honlapját, illetve YouTube csatornáját. Mindenkinek további szép napot és vigyázzatok magatokra!